Sara, van valaki. Tudom, én vagyok, ha valaki. Majd eljövök a cuccaimért, ha lenyugodtál. Én most is tök nyugodt vagyok. Jó napot. Aranyos. Mióta van magánál? Túl rég. A nagymamám hagyta rám. Tönkre veszi az életem. Patrick, te meg mit tettél? És hogy vagyunk? Mindent megeszik, kivéve azt, amit kiteszek neki. A főbérlő nem tűr meg állatot a házban, én meg a jövő héttől tanítok, egész nap nem leszek otthon. Hoppá. Jó reggelt! Egyébként jól. Patrick! Az a gyanúm, hogy fegyelmezési problémák lesznek Miss Francisnél. Nem is tud rólam semmit, sem a módszereimről. Láttam ám. Jaj, ne! Soha többet. Sajnálom, nem is akarok kutyát. Fogzási gondok, csak jobban meg kell ismernetek egymást. Más tapasztalataink vannak a kapcsolatokról. Ne mondj le róla ilyen könnyen. Nagyon helyes kis fickó. Ja. Harapni való? Köszönöm. Nem a hátsóját mostráltam, csak meg akartam kínálni. No. Egyél lesz. Bocsánat. Semmi baj. Életet mentettél? Ó, nem. Csak a trónokarcát néztem, és elszaladt az idő. Á, értem. Jó reggelt, Sara. Jó reggelt. Patrick. Készen áll már a futóversenyre, Miss Francis? Alakul. Ez súlyos. Patrick, ebből szebb az élet. Kis haver, a frászt hozod rám. Rosszul vezetek? Hamarosan a mozikban.